Zöld bajnok címet kapott Miskolc. Még 2022-ben indult el a Lecsere program a városban. Az önkormányzat és a Szájeb Energia Megoldások Kft. Közös együttműködési akciója kétkörös volt, amiben összesen több mint 7200 háztartás regisztrált. Ennek a számnak és az önkormányzat kiemelkedő munkájának eredményeképpen a Szájeb országosan meghirdetett Zöld bajnok program kitüntető címét Miskolc nyerte el. Sajtótájékoztatón nyújtotta át a Zöld bajnok címet a Szájeb Energia Megoldások Kft. Kiemelt ügyfélkapcsolati igazgatója Miskolc polgármesterének. 2022-ben indult el az a Lecsere program, melynek eredményeképpen több ezer háztartás jutott korszerű energiatakarékos izzókhoz. 7252 háztartás. Példátlan. Én azt gondolom, hogy igen. Ez az önkormányzat erejének köszönhető, hogy itt ennyien átvették, és mi ezért boldogan működünk együtt. A Szájeb Energia Megoldások Kft. Izzónként 5 forintot adományozott egy önkormányzat által megnevezett intézménynek, ami összesen 397 millió forint támogatást jelent. Úgy döntöttünk az önkormányzat vezetésével, hogy a MIOVI kapja ezt a közel 400 ezer forintot. Veres Pál polgármester kiemelte, a Lecsere programban az önkormányzatnak több mint 78.500 izzót sikerült kiosztani a városszerte, ami összesen 260 millió forintos megtakarítást jelent a lakosoknak. A városvezető hozzátette, emellett számított értékben 1047 tonnával csökkent a széndioxid kibocsátás Miskolcon. Szeretnénk nyilván az energiafelhasználást csökkenteni, ez vállalás is. Szeretnénk a széndioxid kibocsátást csökkenteni, szintén vállalás. Szeretnénk nyilván az, hogy a miskolciaknak jó legyen, tehát nekik olcsóbb legyen az életük, ez pedig egyértelműen azt jelenti, hogy a leginkább hatékony, energiatakarékos megoldásokat keressük közösen. A polgármester elmondta, a közös sikereknek köszönhetően az önkormányzat és a Szájeb a jövőben is hasonló energetikai megtakarítási projekteket tervez.